Ezek a felvételek még a 2021-ben megrendezett Zeneszület Fesztiválon készültek. Idén újra meghirdette a programot a szervező Filharmónia Magyarország. Szeptember 8-a és 11-e között Pécsen különböző helyszíneken lehetnek személy és főtanúi a helyiek, turisták a klasszikus zenének. Amikor a megyei és fővárosi intézményeket integráltuk és összefűztük egy nagy vállalattá, akkor az én javaslatomként fogalmazódott meg, hogy a kulturális decentralizációról ne csak beszéljünk Magyarországon, mert hogy minden létező intézmény és kulturális szervezetnek a 90%-a szinte a fővárosban koncentrálódik, hanem azt mondtam, hogy akkor itt a jó példaadás lehetősége, hogy egy újonnan létrejövő állami nagy szervezet az székhelyet tekintve legyen vidéki. Így került a csodálatos és egyedülálló vidéki kulturális központba, a Kodály központba a Filharmónia Magyarország székhelyet tekintve is, és hát a stábnak a legnagyobb része is itt dolgozik Pécsvárosában, nem Budapesten. És az állami támogatás mértéke, a kormányzati támogatás mértéke az évről évre szépen erősödött, és ebben egyre több feladatot is tudott vállalni a cég arra, hogy ne csak a fővárosban, hanem a vidéki koncertszervezésben minél több embert elérjenek. Ebben szerepet vállaltak ők a kormányzati kultúrpolitika végrehajtására is, a kulturális alapellátásra is, mert hogy az a hitvallásunk, hogy egy kulturális akadálymentesítés keretében igenis a vidéki helyszínek és a vidéki nagyvárosok ugyanolyan minőségű kulturális kínálatot kaphassanak, mint amilyet a korábbi évtizedekben a fővárosban már megszoktunk. Ennek az egyik nagyon szép megnyilvánulása az, hogy a Zeneszület Fesztivál az elmúlt években, amikor a pandémia időszaka volt, akkor is megtartotta a finanszírozási pozícióját, a kormány támogatta a Filharmónián keresztül ezt a pécsi arcélű kulturális rendezvényt. Emellett pedig azokban a hónapokban, amikor hát zárva voltak az ilyen és ehhez hasonló intézmények, mint a Kodály Központ, nagy fájdalmunkra, de mégis az, hogy az élet nem állhat meg, a kultúra nem állhat le. Ezért az a bizonyos streamelés, tehát a videó felvételekkel készített koncert, kisfilmek készítése lépett a közönségszervezés helyébe, és ezeket külön állami kormányzati támogatás keretében sikerült megvalósítani. Úgyhogy most örülök annak, hogy az idei 2022-es Zeneszület Fesztivál Pécset bemutatja, hogy a kormány külön támogatásával készült stream felvételek, koncertfelvételek milyen gazdagságot is mutatnak, és ebben a műfajban is bizony milyen értékek jöhettek létre abban a korszakban, abban a 2020-21-es időszakban, amikor a kulturális intézmények nagy része be kellett zárni a falait, hiszen az átoltottság hiányában bizony-bizony azzal játszottunk, hogy megfertőzik egymást a koncert helyszíneken az összezsúfolt közönség tagjai. Rendkívül gazdag eseménysorból válogathat a közönség, több mint 70 programmal készülnek a szervezők. A legnagyobb büszkeség számunkra, hogy idén vendégül láthatjuk a negyedik tenort, José Kúrát, aki mindjárt a nyitó napon ad koncertet, és hadd emeljem ki azt is, hogy manapság ilyen kiváló világsztár tenorokat csak elektronikus eszközökön keresztül hallgathatjuk stadionokba, sportcsarnokokba, olyan tömegek hallgatják őket, úgyhogy ez egy különleges alkalom, hogy akusztikusan az ország legkiválóbb akusztikájú koncerttermébe csodálhatjuk meg a hangját, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarra, a Kovács Jánossal, és a idei Zeneszület Fesztivál alcíme a Találkozások. És ezen a koncerten a latin szerelmes dalok találkoznak a világ legnépszerűbb opera slágereivel, és mindkettőt José Kúra prezentálja majd az első-második félidőben. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy kiemelkedő program, nem csak a szereplőit tekintve, hanem a műsorát is egy nagyon izgalmas, és bátran ajánlom mindenkinek, korlátozott számban még lehet vásárolni jegyeket, hogy ellátogassanak a Kodály Központba, mert bizonyára mindenki talál szívéhez közel állót ebben a programban. Ezen kívül esténként 6 órakor művészetek házában lesznek koncertjeink, városnak egyre több tere vonódik be a programokba,
mondhatjuk, hogy évről évre több helyszínen valósítjuk meg a fesztivált. Idén elmegyünk föl a Mecsekre is, nem csak a Tettyei Romokig, ahol az idei zeneszüret mozi lesz, hanem egészen a Mandulásba is, ahol a Mandulás játszótéren is klasszikus zenét hallgathatnak, de még a tornapályán is lesz zenés séta, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy a filharmonia.hu oldalon nézzen utána a programoknak, mert egész nap azt remélem, hogy senki nem fog tudni úgy sétálni a városba, hogy ne találkozzon a klasszikus zenével. Az a célunk, bár ezt máskor talán ennyire nem mondhatjuk el, hogy tényleg a legszélesebb rétegeket megszólíthassuk. A zárónapon, 11-én vasárnap, családi nap a Zsolnai negyedben, délelőtt 10-től este 6 óráig, ott is kicsiket, nagyokat szeretnénk megszólítani, a tornapályán a mozogni vágyókat, és a városban pedig, akik csak sétálnak, vagy egy kávéra bejönnek, és szeretnék, hogyha szebbé varázsolna a muzsika szó a napjukat, vagy akik még ezt nem tudják, hogy szebbé fogja varázsolni a klasszikus zene a napjukat, azok próbálják ki, hallgassák meg, hogy biztos vagyok benne, hogy legközelebb eljönnek a koncertterembe is meghallgatni ezeket a dallamokat. A 4 napos zenei esemény során a délelőtti óráktól egészen estig várják az érdeklődőket Pécs különböző pontjain. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály és minden érdeklődési körű vendég megtalálhatja a kedvére való programot.